Üdvözlöm Önöket, a Mintagazdát, a Kölcsei Televízió mezőgazdasági műsorát látják, nézzük az októberi témákat. A gyulatanyai kísérleti telepen annak jártunk utána, hogy mit tehetnek a gazdák az aszályos időjárás károinak mérséklésére a kukorica és a burgonya földeken. Nagy István parlamenti államtitkár összefoglalta, milyen EU-s támogatásokra számíthatnak az állattenyésztők. Utána jártunk, hogyan alakult idén a pálinka főzés piaca, és hogy mi vár az otthon főzőkre a jövő évtől. Műsorunk végén pedig összefoglaltuk, milyen pályázati és támogatási lehetőségek várnak még idén a gazdálkodókra. A szeptemberi műsorunkban utána jártunk, hogy az aszályos időjárás mennyire volt kedvezőtlen a gazdák számára, mennyivel volt elmaradottabb az alma termése, illetve a napraforgó termése a korábbi évekhez képest. Most, hogy október elején már a kukorica betermelésének a vége felé járunk, Augusztinyi Nagy Andrással jártunk annak utána, hogy mi várható, illetve mi volt tapasztalható az idei termésben. Hát sajnos az idei extrém év, ez minden kultúrára vonatkozik, tehát úgy szántóföldi, mint kertészeti kultúrára. Ezzel sajnos a kukorica sem kivétel. A nagyon-nagyon nagy meleg afrikai hőséget egy iszonyatos nagy száraz periódus követte, ami ide egyik növénynek sem kedvez. A termésúlyokat eddig, amit learadtunk, az a fele, illetve a harmada az elmúlt évekhez képest. Itt az én területemen, én a növények kísérletezése a fő profilom, tehát az itt lévő kukoricafajták az összes nagy cégtől felelhetők, tehát nagyon nagy összehasonlítás van, de van, amelyik jobban bírja a szárazságot, valamelyik nem, de sajnos el kell mondani, hogy ebbe a nagy melegbe öntözés nélkül kukoricát sajnos nem lehet termelni Magyarországon sem most már. Egyre jobban felértékelődik az öntözésnek a jelentősége. Tudnék, ha egy-két év ilyen jön, akkor a gazdáknak nagyon-nagyon szomorú sorsuk lesz velem együtt, mert nagyon-nagyon, tehát még az önköltsége el se jön vissza a kukoricánál ebbe az évbe. Ez mit jelent a korábbi évek termés átlagához képest? A korábbi évek termés átlaga itt az én telepen, mely 80-100 mezsa körül volt, most sajnos 30-40-50 mázsánál, ami nem volt öntözve, ott nincs. Ami öntözve van, van nálam beállítva kísérlet csöpögtető öntözés, illetve elsősítető öntözésnél, hogy jelentős termésnövelés lehetett elérni, de nyilván ugye ez kisebb területre vonatkozik. Viszont hogyha, amit az előbb említettem, hogyha ez az időjárás így marad, akkor be kell állni a gazdáknak az öntözésre, ami nem kis pénzt jelent. Ez viszont nagy állami segítség is kell. Gondolom, hogy ez a felvásárlási árakban nem lesz majd észrevehető, hogy valaki öntözéssel termelt kukoricát árul-e vagy sem. Hát a felvásárlásoknál az, hogy most egy olyan 4-4500 forint körül van, csak az a különbség, hogy aki öntözött, tehát az nyilván ugye többet tud egy hektárról lehozni, mint aki nem öntözött. Itt a környékünkön én hallottam már ilyen 15 mázsától 80-90 mázsáig, ami sajnos elképesztően kevés a 15 mázsa. Ugye ez főleg azért jelentős, mert tavaly is hasonló volt a felvásárlási árak nagysága, csak a megtermelt mennyiség volt egészen más. Igen, ez így van sajnos, igen, hogy a felvásárlási árba, tehát ez nem tükrözi hülyen, hogy ilyen nagy aszályos év volt legalábbis ezen a környéken. Dunántúlon már valamivel jobb a helyzet, illetve kukoricánál azt még el kell mondani, hogy ha a virágzáskor elkapja egy jelentős mennyiségű csapadék a kukoricát, akkor nincs vele gond. Ha nem, akkor nagy gond van, és sajnos ez a mi környékünkön ez így alakul. Volt, hogy pont mikor nagyon kellett volna, nem volt csapadék. A gyulatanyai kísérleti telepen azonban nem csak a különböző fajtákkal kísérleteznek. Említetted, hogy itt egymás mellett öntözött és öntözetlen parcellák is vannak. Nézzük meg, hogy mi a különbség a két kukorica között. A kezedben van egy olyan, amit nem öntöztetek, ezek pedig látszik, hogy ezek az öntözött kukoricák. Igen, tehát a kezemben van egy öntözetlen körülményet lévő kukorica, itt pedig egy öntözött kukorica. Hát azt hiszem, hogy ha egymás mellé tesszük a két kukoricát, akkor ez hülyen kifejezi az öntözött és az öntözetlen közti különbséget. Hogyha a hozamokról beszélnénk, ez például az, amit most említettél, ez a 15-40 mázsa hát körül? Ez igen, ez egy 15-40 mázsás, ez pedig egy olyan 100-120 mázsa, amit most itt levágtunk. Ez öntözve volt, ez a kísérleti parc, ez mezoparcellában van, úgyhogy mezoparcellában van vágva, csak nem tudtuk befejezni az eső miatt még ennek a betakarítását.
Augustinyi Nagy András elmondta, az utóbbi évek csapadékszegény időjárása miatt nem csak az öntözés vált fontossá. Tápanyag nélkül, ahogy az összes többi kultúra, úgy a kukorica sem képes jó termést produkálni, ezért egyre nagyobb jelentősége van a lomtrágyáknak. A levélre kipermetezve a növények szinte azonnal képesek fölvenni a tápanyagot, míg a földre granulátum formában kiszort műtrágya csak a csapadék segítségével képes felszívódni. Tehát akkor idén csak annak érte meg kukoricával foglalkozni, aki tudta öntözni a földterületeit. Mint köztudott, a burgonyával csak akkor érdemes foglalkozni, hogyha valaki tudja öntözni a termőterületét. Nézzük meg, hogy nálatok mi volt az idei termés. Jó, menjünk! Mellettünk pedig már a burgonya föld látható, amiből az egész országban egyre kevesebb van, itt Szabolcs megyében is, de mi ennek az oka, András? Hát ennek a legfőbb oka, hogy évekkel ezelőtt a Lengyelországból behozott burgonya nagyon lenyomta az árakat, és nagyon-nagyon sok burgonya termesztő abba hagyta a burgonyázást a nagyon-nagyon alacsony árak miatt. Ezek mit jelentenek ezek az alacsony árak? Hát spekulatív célba hozták be egy nagyon-nagyon sok ember, és abban az időben, amit Lengyelből behoztak burgonyát, mi magyarok nem tudtuk vele tartani az árakat, mert annyira alacsonyak voltak, ilyen 20-25-30 forint körüli, hogy szóval az hihetetlenül olcsó volt. És idénre mi várható, mennyibe fog kerülni? Hát az idén most az elmúlt évek legmagasabb burgonyára van, ez köszönhető annak, hogy nem jön be Lengyelországból burgonya, vagy legalábbis nem annyi minimális. A másik pedig, hogy ez az extrémém, amit már említettem, hogy ez a burgonyának abszolút nem kedvezett, mivel a burgonya köztudottan 25 Celsius felett nem érzi jól magát. Na most mi is itt 5 hektár burgonyát csináltunk, csöpögtetve, illetve öntözve, de a hozzáfűzött reményeket ugyan elértük, mert tényleg jók a termések, de nem annyi, amennyi egy szokványos évbe szokott lenni. Akkor menjünk és nézzük meg, hogy eddig milyen minőségű az, amit bevittetek már. Tehát ezekben a zsákokban már a korai burgonya, illetve a válogatatlan kísérleti burgonya található. Milyen volt az idei termés minősége? Hát az idei termés minősége az extrém évtől eltekintve aránylag jó közepesnek mondhatom, de sajnos egy 6-szor öntözés kellett, ami amióta itt vagyok 1980-tól, nem volt példa, hogy burgonyát egy évben 6-szor öntözünk. 30 mm-nél kevesebb vízmennyiséggel nem szoktunk öntözni, mert értelmetlennek tartjuk. Ez mennyivel drágítja meg az évközi díjakat? Hát ez jelentős mértékben megdrágítja. Annyit azonban még el kell mondani, hogy az utóbbi években most van a legmagasabb ára a burgonyának, amit a termelő kap. Ez köszönhető annak, hogy Lengyelországból jóval kevesebb burgonya jön be, illetve talán minimális. És ezek milyen típusú burgonyák, milyen felhasználási területre ajánlottak? Hát ennek a felhasználási területe, tehát főzni, sütni, illetve salátának való burgonyák, az ide látogatók, illetve akik kijönnek ide vásárolni, nekik már úgy kínáljuk a burgonyát, hogy sütni, főzni, illetve salátának való. Régebben, tehát a sárga és a piros aránya most már közel egyforma a kísérletekben lévők. Régebben az volt, hogy a sárga burgonyát a színformalizmus miatt nem nagyon szerették. Ez most már egyre-egyre szűnőben van, illetve egyre kevesebben. Tudnék, a sárga burgonyának véleményem szerint jobb az íze, mint a pirosnak. Bár pirosban is vannak jó fajták, de a sárgát jobban kedvelik az emberek mostanában. Legalábbis akik ide kijárnak vásárolni. Céltudatosan, célirányosan jönnek ki, már mondják a fajtákat, hogy évekkel ezelőtt ezt vitték, és most ezt szeretnék. És a szín az befolyásolja a vételi árat? Nem. Régen befolyásolt, hogy külön volt a piros a sárgának, most nem. Most ugyanannyi a sárga, illetve a pirosnak az ára. Nem befolyásolja. Október közepén Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezetének elnöke összefoglalta számunkra az őszi betakarításoképpen aktuális állapotát és a várható felvásárlási árak alakulását. Hát a kukorica sajnos a mi megyeinkben a tavaly évnek az 50%-át se éri el, most már az 53% betakarítottságnál tartunk, és a 3,4 tonna a termés átlag, ez a tavaly évben a 7 tonnát is meghaladta. A napraforgó esetében is elmondható, itt már egy 97%-os betakarítás, és a 2,1 tonnát alig haladjuk meg.
A burgonya betakarítása is ilyen 98%-os betakarításos csálynál, a 140 mázsát alig haladja meg, ez is a tavalyi évnek körülbelül az 50%-a. És hogyan változnak a felvásárlási árak? Hát a felvásárlási árak, mint ilyenkor természetesen, ha valamiből kevés van, akkor jobb pozícióba kerülnek az árak. A kukoricánál 42 és 45 ezer tonnája, a napraforgó a 108 ezer forintot is meghaladja tonnánként, a burgonya is 60-80 forint között van. Én úgy gondolom, hogy az árakkal nincsen baj, valamelyest talán javít is ezen a hozam kieséseken, úgymond, mert a termés átlag azért az 50%-ot alig haladja meg. A növénytermesztés és az őszi betakarítások aktuális helyzete után érdemes meghallgatnunk Nagy István parlamenti államtitkárt, aki a Földművelésügyi Minisztérium állattenyésztéssel kapcsolatos terveit foglalta össze számunkra. Dolgozunk azon, hogy igazából versenyképes legyen. Az elmúlt évtizedre az volt a jellemző, hogy hanyatlik az állattenyésztésünk, hiszen majdnem minden ágazatban csökkenés mutatkozott. 2011-től van egy fordulópont, ahol a különböző támogatások, és talán a világpiac megváltozása véget is, 10-12-15%-os növekedések látszanak, mind a sertésben, mind a szarvasmarhában, mind a juhban, és ez egy biztató előmozdulás. A magyar kormány Európai Uniós forrásokat tesz a rendszerbe azért, hogy az elkövetkező 7 éves ciklusban is 2020-ig minél több forrás bekerülhessen. 72,6 milliárd forintos összeggel kívánjuk az állattenyésztést támogatni. Ez egy 40-60%-os intenzitású pályázati összeg, ami azt jelenti, hogy mintegy 150 milliárd forint fog a magyar mezőgazdaság ezen ágazatába befolyni. Mindenképpen egy technológiai korszerűsítést szeretnénk, hiszen nem elég csak az, hogy meglegyenek az állatok, nyilván kellenek természetesen kiváló minőségű állatok, de egy olyan korszerű technológia és korszerű takarmányozás szükséges ahhoz, hogy előrébb tudjunk lépni, amivel versenyképesek tudunk lenni. Ehhez kapcsolódik szigorúan a GMO-mentes helyzetünk. Szeretnénk elérni azt, hogy Magyarországon a tej, hús, tojás, hal és méz az GMO-mentes lehessen. Ezt külön védjeggyel szeretnénk tanúsítani, hogy egy olyan piaci szegmens tudjunk megnyitni, nem csak Magyarországon, hanem Európa más piacain is, ahol a magyar gazdák termékei oda tudnak kerülni. Pont azért, mert garantáltan GMO-mentes takarmányból állítjuk elő. Én azt hiszem, hogy ez is egy olyan húzóerő, egy olyan szemléletváltás, ami az importszóját háttérbe szorítja, és magyar fehérje takarmányt és magyar kiegészítő fehérje takarmányt tudunk majd a takarmányba keverni. Ezzel egy olyan új lehetőséget tudunk megnyitni, amellyel tudjuk korlátozni az importot, tudjuk korlátozni a versenytársainknak a bejövetelét, és ezáltal helyzetbe hozni a magyar gazdát. De ez nem megy anélkül, hogy a magyar vásárló ne legyen tudatos. Nem csak magyar termék, de Hungarikum is a pálinka, viszont a pálinka főzés szabályain éppen ez év januárjától változtatott a kormány, és a jövő évtől ismét módosítanák az otthoni pálinka főzés szabályait. Lassan minden gyümölcs születelése véget ér az idén, és ilyenkor a pálinka főzdék, bár egész évben üzemelnek, mégis nagyobb hatásfokkal működnek. Jellemzően mi az a gyümölcs, amit most főztök? Itt nálunk jellemzően alma, szilva és az idén körte, amiből nagyobb termés volt. El tudod nekünk mondani, hogy idén hogyan változott a jogszabályi háttere a pálinka főzésnek az itteni, illetve az otthoni pálinka főzésnek? Hát 2015. január 1-től ismét visszavezették a bérfőzési szeszadót,
ami 86 liter, illetve 43 hektoliter fokig vehető igénybe. Egy hektoliter fok az 1 liter 100%-os töménységű alkoholnak felel meg. Ez szerint kell a pénzügyőrség felé elszámolni nekünk a termelést. Tehát azt mondtad, hogy személyenként 86 liter főzhető. 86, igen, 50 fokos pálinkából 86 liter. Ez otthon hogyan változott, aki otthon akar pálinkát főzni, annak az adója? Az otthon főzés most jelenleg úgy van, hogy 1000 forint általányt kell fizetni egy évbe. Ez januártól fog talán megváltozni, amikor is adójegyet kell majd vásárolni a pálinka főzéshez. Talán 700 forint lesz egy adójegy, amiből minimum 5-öt, maximum 86-ot lehet lesz megvásárolni. Az, hogy idén újra bevezették a szaszadót, hogyan hatott a ti termelésetekre? Visszaesett valamennyire? Vissza, hát jelentősen visszaesett. Mi viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk, mi körülbelül fele a termelésünk a tavainak, országos szinten ez viszont 85%-kal csökkent. Az tényleg jelentősnek tűnik. El tudod nekünk mondani, hogy onnan kezdve, hogy valaki behozza ide a cefréjét, vagy a gyümölcsöt, mi történik vele, és meg is mutogatod nekünk? Persze, természetesen. Tehát ezekbe a hordókba, illetve tartályokba gyűjtitek a cefrét, és aki behozza, az pedig azokban a kék hordókban tárolhatja a kifőzésig, de van ennek valami szabálya, ami vonatkozik a cefrékre is, igaz? Persze, igen. Csak saját termelésű gyümölcsből, ami nagyon fontos, hogy saját termelésű, mert régebben lehetett, hogy a megvásárolt gyümölcsből is pálinkát főzetni, most már csak a saját fán, tehát hogyha valakinek saját gyümölcsfái vannak, arról leszedett gyümölcsöt főzetheti ki. Tehát ha a piacon veszek almát, abból nem főzethetek pálinkát? Elméletileg nem. Milyen szankcióval jár, hogyha mégis megpróbálkozom vele? Hát ez, hogyha ugye kiderül, akkor ki kell fizetni a főzetett pálinka után a teljes szeszadót, nem csak a bérfőzését, hanem ugye a kereskedelmi szeszadót, ami a duplája a bérfőzési szeszadónak, valamint ugye egy bírságot is. Oké, nézzük meg, hogy akkor a legális cefréből milyen úton készül el a pálinka. Ugye a legfontosabb az alapanyag, 90%-ban ez határozza meg a pálinkának a minőségét, mert hát ugye mindenféle gyümölcsből, hogyha rossz, akkor nem lehet jó pálinkát főzni semmilyen berendezéssel. Ugye ez azt is jelenti, hogy nem a rohadó gyümölcsöt kell ide elhozni. Persze, természetesen csak a igazából egészséges gyümölcsöt, illetve hát úgy egészséges, hogy kis pöttyök, kis hibák, tehát amit már nem eszünk meg, de még azért használható, ne legyen penészes, ne legyen rohadt, ne legyen földdel vagy fűvel, faággal, falevéllel szennyezett. Ezután mi történik azzal, amit ide hoztak gyümölcsöt? Mennyi ideig kell egyáltalán cefreként állnia? Hát ez attól függ, amit, hogyha már kierjedt cefreként hozzák ide, akkor azt akár rögtön le lehet főzni. Egyébként a gyümölcs előkészítése, ugye ez a környezeti hőmérséklettől függ, egy olyan 2-3 hét alatt erjed ki a becefrézéstől. Ezt honnan lehet tudni, hogy már készen van? Hát ugye amikor egy gyümölcsöt becefrézünk, ez mondjuk egy almánál, körténél, amilyen húsosabb gyümölcs, ott úgy történik, hogy célszerű ledarálni, vagy legalább felaprítani. Ezután lehet beletenni egy kis élesztőt, hogy hamarabb beinduljon az erjedés. Ezt onnan lehet észrevenni, hogy a cefre megduzzad, pezsegni kezd, és a erjedés befejeztét pedig onnan vesszük észre, hogy ez a pezsgés megáll, a cefre leülepszik, és egy ilyen keményebb bőr réteg képződik a tetején. És ebből kezditek el főzni a pálinkát, igaz? Igen, ebből lehet már a pálinkát főzni. Miután a gyümölcsből cefre lett, ide kerül, mi történik itt vele? Első lépésként ezekbe a főzőüstökbe kerül a cefre. Itt egy gáz alátüzeléssel melegítjük, illetve forraljuk fel a cefrét, aminek hatására az alkohol és az egyéb aromaanyagok elkezdenek párologni. Egy páracsövön keresztül egy hűtőkészülékbe jutnak, ahol egy alszesz, egy ilyen 20-25%-os alkoholszázalékos alszesz formájába lecsapódik. Ezt később egy szivattyúval a finomítóüstökbe juttatjuk, ahol felerősítjük 50 fokosra. Nézzük meg ezt az alszeszt. Itt látható, ahogy a cefréből a
az alszesz éppen folyik le egy szűrőn keresztül a hűtőből. Ugye, mint látható, minden pénzügyőrség által lezárva, nehogy véletlenül ki lehessen venni belőle és adómentesen forgalomba hozni, vagy a főzetőnek átadni. És melyik üsbe kerül innen át, amit mondtál, egy következő helyiségben van, igaz? Igen. Itt már jóval nagyobb csönd van. Itt mi történik az alszesszel, hogyha jól értettem? Igen, ezek a finomító üstök, itt tulajdonképpen ugyanaz történik, mint az előző helységben, csak itt már ugye nem a cefrét főzzük, hanem a cefréből kifőtt alszesznek a felerősítése történik. Tehát ez a lecsapódott párából egy folyadék, amit itt újra párologtattak? Igen, igen. És ezt hogyan erősítitek fel 50 fokosra? Hát az újbóli lepárlással, tulajdonképpen ugye mivel az alkoholnak a legkisebb a forráspontja ezek közül, ugye ez vízből, alkoholból és egyéb aroma anyagokból áll, ezek közül ugye a víznek a legkisebb, illetve a legnagyobb a forráspontja, tehát ugye az marad a végére, ezért kezd el ugye a legalacsonyabb hőfokon párologni az alkohol, az kezd el elsőként lecsapódni a hűtőkészülékeken, és ugye minél tovább főzzük, annál több víz is elpárolog, és ugye ennek következtébe áll. Akkor higul a... Igen, igen. Nézzük már meg, hogy ez hogy néz ki, hogy folyamatosan követitek valamilyen műszerrel, hogy ez éppen hány fokos, és amikor eléri a kívánt mennyiséget, akkor leállítjátok a párologtatást? Igen, hát ez úgy történik itt tulajdonképpen, ez ugye itt egy ugyanolyan hűtőkészülék, mint a főző üstöknél, és itt van ez a fokoló ilyen tájékoztatásként szolgál, hogy még látjuk, hogy körülbelül mennyi az alkoholtartalma a lecsapódó párlatnak. Ez ugye egy szeszmérőgépen keresztül folyik át a pálinkatároló edényekbe, és igazából ezt úgy tudjuk meghatározni pontosan a szeszfokát, hogy azt fokoljuk folyamatosan, amikor már látjuk, hogy alacsonyabb a lefolyó párlatnak a szeszfoka, akkor így mintát veszünk belőle, megfokoljuk, és így kerül beállításra pontosan. Akkor nézzük meg, hogy néz ki az elkészült pálinka. Most éppen megfokoljuk a pálinkát. Tehát ez 49 fokot mutat ez a mérő? Igen, 49 fok és 17 Celsius fok hőmérséklet, az 50,1 valódi szeszfoknak felel meg. Tehát látható, hogy elég hosszú utat jár be a gyümölcs, mire pálinka lesz belőle. Egészséget hozzá mindenkinek! Októberben megjelent az AKG hírása. Pontosan mikor és mit is jelent ez az AKG egyáltalán? Október 7-én megjelent az agrárkörnyezet gazdálkodási támogatás, valamint ezzel párhuzamosan az ökológiai gazdálkodásra való áttérés és az ökológiai gazdálkodásnak a fenntartásának a támogatása. Erről azt kell tudni, hogy ez egy hosszú folyamat, ami tavaly augusztus 30-én zárult le az előző ciklus, és egy kis kiadással jövő január 1-én indul újra az AKG. Tehát október 7-én jelent meg a pályázati felhívás, a beadási határidő az november 7 és december 7 között lehetséges. A beadás csak elektronikus úton történhet, addigra össze kell szedni azokat a dokumentumot, amelyek szükségesek, be kell szkennelni, és fel kell készülni a pályázat beadására. A legeslegfontosabb dolog, az első lépés, hogy azokat a területeket, amit be szeretnénk vinni az agrárkörnyezetgazdálkodásba, vagy az ökológiai támogatásba, azokat a területeket fel kell mérni, GPS koordinátákat meghatározni, területfelmérési jegyzőkönyvet készíteni, és utána, amikor november 7-én nyílik a felület, akkor el kell menni hozzá a tanácsadóhoz, aki végzi a munkánkat, és akkor annak segítsége, vagy természetesen a nálónál is elvégezhető ez a feladat. A felületre fel kell tölteni, és ott kell elektronikusan igényelni a pályázatot. A földméréshez még annyit tennék hozzá, hogy azok a területek, amik az előző ciklusban már fel lettek mérve,
és nem változik benne, nincsen benne semmilyen változás, és az ügyfélset szeretne változtatni, azoknak a területei az AKG pályázat igénylő felületen meg fognak jelenni, tehát ezeket a területeket nem szükséges újonnan felmérni. Továbbra még a pályázat elbírálásához szükséges még, hogyha van mezőgazdasági közép- vagy felsőfokú végzettség, annak a csatolása, és egy nagyon fontos dolog, a földhasználati jogosultságot, azt meg kell szerezni, esetleg nincsen még rendben, akkor szerintbe kell tenni, mert a kötelezettség úgy indul, hogy 2016. január 1-től földhasználónak kell lenni. Az agrárkörnyezeti gazdálkodási támogatás az 16 tematikus előírás csoportra bontható. A 16 tematikus előírás csoporton belül 4 horizontális és a 12 zonális előírás csoportot tartalmaz. Erre azt kell tudni, hogy a horizontális az, amelyik az ország területén bármely területen elérhető. A zonálisok azok az előírás csomagok, amelyek csak egy bizonyos fedvényen érhetőek el. Tehát itt a magas természeti értékű tematikus előírás csoportok, valamint a belvíz, asszály és erőérzékeny szántó és gyep tematikus előírás csoportok tartoznak ebbe bele. Tehát, hogyha kiválasztottuk azt, hogy melyik területen szeretnénk pályázni, tehát ez a horizontális szántó, gyep, ültetvény és nádas, vagy természetesen a zonális előírás csoportok is ide tartoznak, akkor az előző AKG-hoz képest annyi a változás, hogy itt saját munkálat jöttünk össze, azokat az előírásokat, amit be szeretnénk tartani. Ezeket az előírásokat, ami saját munk összeállítjuk, ezeket nevezzük előírás csomagoknak. És gyakorlatilag ez lesz az, ami később meghatározza a munkánkat, amit majd be kell tartanunk. Egy ilyen AKG pályázatnak az összeállítása, ez nagy felelősséget igényel, hiszen egy 5 éves rendszerbe megyünk bele, és az 5 évben belül már nagyon módosítani nem lehet. Tehát nagyon kevés az az ok, hogy módosításra lehet lehetőség. Kötelezettséget is átadni csak egyetlen egyszer lehetséges, ezért nagyon fontos, hogy bárki, aki készíti ezeket a pályázatokat, azok nagyon körültekintően végezzék, odafigyelve, és pontosan készítsék el. A mi vállalkozásunk már régóta foglalkozik az agrárkörnyezetgazdálkodásnak a menedzselésével, az előző ciklusban is már benne voltunk, több mint 400 ügyfélnek segítettünk az agrárkörnyezetgazdálkodási programban részt venni. Most a pályázatírás során területmérése és magával a pályázatok elkészítésével és a későbbi menedzselésével is szívesen állunk a kedves ügyfeleknek a rendelkezésére. Köszönöm a figyelmüket, ez volt az októberi adásunk, legközelebb 4 hét múlva, november vége felé találkozunk, addig is kövessenek minket a weboldalunkon, illetve a Facebookon, valamint írják meg a véleményüket, viszontlátásra!